Férfi és nő viszonya, anya és fia kapcsolata, a 21. század kérdései. Ezek a gondolatok is megszólalnak azokban a dalokban, amelyekkel Udvaros Dorottya lenyűgözte a nyíregyházi közönséget. A művésznőt régi barátság fűzi a szövegíróhoz, aki megérzi, hogy az énekesnek éppen mi van most a lelkében. A színésznő, valamint Rutka Róbert és zenekara kíváncsiak a közönség reakciójára, ezért is viszik el az ország több helyszínére a dalokat, még mielőtt CD-re vennék azokat. Mi magunk is meg akarjuk érezni, hogy ezek a dalok hogyan működnek nézők előtt. Mert én tudom, hogy amikor nekem eljátszották annak idején, a Géza ott ült, gyűrögetett valami papírt, a Robi egyszál gitárral elénekelte a dalokat, akkor legalább három dal volt, amikor elsírtam magam, annyira szíven ütött a dal. És szeretném megérezni, hogy ez hogyan van, hogy a nézők is ezt úgy érzik, ahogy én, vagy ők máshogy reagálnak, máshogy viszonyulnak. Szóval valahogy ez egy ilyen furcsa formabontó dolog volt. A nagy részt 2015-ben született művek szövegírója Bereményi Géza, a zenét pedig Rutka Róbert szerezte. A muzsikus szerint különleges a hangulata a közös munkának. A Géza, ugye, akivel együtt csináltuk a dalokat, tehát nem úgy születnek, hogy én valahol otthon megírom és elküldöm felvételen, hanem átmegyek hozzá, vagy gitára, vagy az zongorára, akkor ő jön hozzám, és együtt formáljuk a dalokat, és a Géza mondja a gondolatait, hogy mit szeretne, és milyen életképeket szeretne megmutatni, meg mi az, ami a Dorottyára való, és hogy azt mondja, hogy kell neki még verszak, vagy rész, akkor ott a helyben átalakítjuk, átírjuk a dalt, vagy hogyha szöveget akar még, vagy be akarja fejezni, és rövid, hosszú, akkor megyek utána, és együtt születnek. Nagyon, nagyon jó folyamat. A szabadtéri nyár következő előadása a Hattyúdal a Republik Együttessel című zenés komédia lesz, amelyet július 8-án láthat a Nagy Érdemű, Verebes István rendezésében, a József Attila Színház művészeinek előadásában.